Hür Lajos Balsai Istvánt kérte fel, akit ő már személyesen ismert, arra, hogy a választójogi törvény tekintetében a Magyar Demokrata Fórum elnöksége elé vigyünk egy javaslatot. István meg megkeresett engem. Engem a történelmi érdeklődésem folytán kicsit közelebb is voltam a választójogi kérdések, legalábbis történeti kitekintéséhez, és akkor én vállaltam, hogy csináljunk egy javaslattervezetet. Békásmegyeri 1+2 félszobás lakáson van az Erika, édesanyám Erika táska írógépén. Írtunk le egy koncepciónak nevezhető elképzelést. Elárulom, sokba hajazott, mert én ezt a szabályozást ismertem legjobban. Az egykori 1925 évi 22-es törvénycikre, ha jól mondom, 22-es, igen, ami még Bethlen István nevéhez kapcsolódott. Nem pont olyan volt, de én ennek az ismeretében vetettem föl a választási rendszer lehetséges megoldását, és ahogy ott írogatjuk a táska írógépen a koncepciót, a feleségem az beteg volt, az apósom meg orvos, kihívtuk őt, vártuk, ő eljött hozzánk, ott ismertem meg Balsait, bemutatkozott udvariasan, mit csináltok gyerekek? Hát mondtuk az új választójogi törvényt. Láttam, hogy meghökken, azt se tudta, hogy mi egyáltalán demokrata fórummal foglalkozunk, vagy itt benne vagyunk, vagy ilyen dolgokkal, törjük a fejünket ilyen dolgokon. Bement, megnézte a feleségemet, aztán elment, mondja nekem Zsuzsa utána, te azt mondja, bejött a papa, és azt kérdezte, hogy ezek normálisak?